Beleszámítva a magyar kupa meccset is, én már harmadik alkalommal csapott össze a Berényi alakulat a bajnok Békés Csaba együttesével, és mindig szoros meccsen maradtak alul. Erre alapozta Deme Gábor azt, hogy pontot készültek rabolni a Viharsarki együttestől. Az első játszmában valóra is vált minden elképzelése a Berényi csapatnak. Repülő rajtot vettek, hiszen 8-2, majd később 13-5 állt az eredményjelzőn. Itt aztán egy picit megtorpantak, de így is 19-re hozták az első szettet. A második már sokkal szorosabb volt, de csak 10-10-ig. Innen egyre jobban erőre kapott a bajnok, és egyenlített. A másik két játszmában is igyekeztek Deme Gábor lányai, de egyik szedben sem tudtak 15 pontnál többet összegyűjteni. Így Jászberényi RK, Linamár Békés Csaba 1-3. Szerintem egy kicsit kiengedtünk az első szett végén, és hát ez látszott is a második szettre. Ez nekünk a gyengénk. A második szettben mindig megállunk egy kicsit, és továbbra se tudjuk, hogy miért, de edzéseken azon vagyunk, hogy ezt kiküszöböljük, és minden tovább tudjuk tolni ezt a határunkat. Első szettben magas színvonalon röplabdáztunk, nagyon jól játszottunk. A Békés Csabát ez természetesen nem lepte meg, mert már nem először csináljuk ellenük. Ha egy játékos, egy csapat tud így röplabdázni, mint az első szedbe, akkor elképzelhető lenne az, hogy a második, harmadik szedben is. És ez valami miatt még ez nem működik. A Deme Gábor által mondottak a Kaposvár ellen viszont már kitűnően működtek. Pedig alig telt el két nap, és már is érkezett a Dunántúli együttes. Igaz, a kaposváriak sokkal szerényebb tudással rendelkeztek, mint a bajnok. Egyrészt, mert időközben három meghatározó játékosuktól váltak meg. Másrészt, nagyon sokat kivett belőlük az MTK 3-2-es legyőzése. Nos, ezt az előnyt a Deme csapat gyorsan ki is használta, és könnyed játékkal 3-0 arányú győzelmet arattak a Kaposvári Egyetem ellen. Mégpedig úgy, hogy minden játékos pályára lépett. Örülök neki, hogy mindenkit pályára tudtam küldeni. Én azt gondolom, hogy ők is megérdemlik, hogy játszanak, hiszen hétről hétre keményen edzenek ők is. Igen, éltünk vele, és úgy gondolom, hogy maximálisan oda tette magát minden olyan játékos, aki eddig esetleg nem kapott annyi játék lehetőséget. A IRK feladója a jó nyitásokkal hívta fel magára a figyelmet, ami a sok gyakorlásnak az eredménye. Szoktam persze gyakorolni, de hál' Istennek ezt azért erősségemnek mondhatom, úgyhogy most meg pont olyan napom is volt, hogy jól sikerült. A Jászberényi RK következő mérkőzése Gödöllőn lesz, ahol ismét győzelmet vár a vezetőedző. Győzni megyünk Gödöllőre, mindenképpen fontos lenne, hogy győzzünk, és akkor tulajdonképpen a negyedik helyünk akkor biztos lehet. A gödöllői meccs után következik hazai pályán a JRK Vasas rangadó február 19-én pénteken, ami a szokott időben 18:30-kor kezdődik.